Egy mobilt és fülhallgatót ábrázoló felfestéssel hívják fel a gyalogosok figyelmét térségünkben is arra, hogy ők is tehetnek a saját biztonságukért a zebrán közlekedve. Egy országos akció részeként a rendőrség gyalogátkelő helyeknél is megjelennek a gyalogosok biztonságát segítő figyelemfelhívó piktogramok. A többi nagyvároshoz csatlakozva nem mi vagyunk az elsők, és reméljük nem is mi leszünk az utolsók. A gyalogátkelő hely elé a felálló helyekre olyan piktogramokat festünk föl, amivel felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a kézben tartott eszközök, illetve hogyha a fejhallgatót használjuk, ezek elvonják a figyelmünket a közlekedés többi résztvevőjéről, és hogy ne következzen be olyan baleset, amit egyébként mi magunk megelőzhetünk körültekintően. Tehát a gyalogátkelő helyre, a járdára, a mobiltelefonra, a mobiltelefon mellőzésére és a fejhallgató mellőzésére hívjuk fel a figyelmet ezzel a piktogrammal. Rengeteg gyalogátkelő hely van, ezért nekünk balesetelemzés és az iskoláknak az elhelyezkedését figyelembe kellett vennünk, és egyelőre 72 helyszínen fogunk 72x4 darab piktogramot felfesteni. A tegnapi nap ez elkezdődött, tegnapi nap 20 gyalogátkelő helyre festettünk föl 80 piktogramot. Nyilván elsősorban a nagyon forgalmas, illetve az iskolákhoz vezető utakon, útszakaszokon, vagy forgalmas közterületekre vezető útszakaszon fogjuk ezeket felfesteni. A gyalogátkelő helyeknél az okos eszközök és a fülhallgató használata komoly kockázattal jár, hiszen mindig az egyik a látásérzékszervét, a másik a hallás korlátozza. Így a gyalogos egy-egy közlekedési szituációban akár rossz döntést is hozhat, melynek a végeredménye akár közlekedési baleset is lehet. A 21. században életünk részévé vált a digitális eszközök, a mobiltelefonok, és a fiatalok körében ez egyre elterjedtebb, és sajnos a gyalogos közlekedés során is ezt használják, állandóan kézben tartják, és ebből már fordult is elő baleset, illetve balesetveszélyes szituáció, amikor nem a forgalomra figyel a gyalogos, hanem az eszközére a kezében, és még ha a gyalogátkelő helyen is figyelmetlenül kell át az úttesten. Korábban történt gyalogátkelő helyen olyan baleset, ahol a gyalogos fülében volt a fejhallgató eszköz, és a gyalogátkelő helyen egy motorkerékpár ütötte el. Itt olyan súlyosan sérült a gyalogos, hogy életét veszte. A gyalogátkelő helyek biztonságosabbá tétele egy országos kezdeményezés, hiszen a gyalogosok a közlekedés leginkább védtelen résztvevői. Ők szenvednek legtöbb sérülést, így feltett szándéka a rendőrségnek, hogy ezen változtasson. Figyelmesen közlekedjünk, kevesebb gyalogos baleset történjen. Itt nem az számít, hogy a gyalogos az okozója, vagy a vétlen részese egy balesetnek, hanem hogy egyáltalán megsérül, és azt mindenki el szeretné kerülni, hogy mindenki hazaérjen biztonságban. Tehát csak figyelemfelhívó kampányként, hogy tartsák be. És mivel a telefonra hát lefele kell nézni, amikor a kezében tartja, akkor nagy valószínűséggel ezt észre fogja venni. Fontos, hogy a felfestésekkel felhívják a gyalogosok figyelmét arra, hogy ne hamis biztonságérzettel, telefont, headsetet vagy fejhallgatót használva lépjenek le a járdáról, hiszen ők is sokat tehetnek azért, hogy biztonságban át is érjenek a gyalogátkelő hely túloldalára. Az egyik az a mobiltelefont ábrázoló és azt áthúzva ábrázoló piktogram, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ne tartsuk a kezünkben, hiszen akkor nem látjuk a keresztező forgalmat, és könnyen elütnek még, akárha szabályosan közlekedünk. A közlekedést nem minden résztvevője tartja be a szabályokat, de akkor mi figyeljünk arra, és ne a telefonnak a kijelzőjét nézzük a gyalogátkelő helyen történő átkelés során. A másik piktogram, az pedig a fejhallgatónak a használatának a mellőzésére hívja fel a figyelmet, hiszen gondoljuk végig, hogy mint a süketen járnánk a forgalomban, nem halljuk a közeledő járműnek a zaját, esetleg veszélyhelyzetben a másik embernek a kiáltását, vagy a dudának a hangját. Úgyhogy az a piktogram a süketség ellen van, az első pedig a vakság ellen. Hát próbáljunk meg süketül és vakul közlekedni a forgalomban, szándékosan biztos nem tennénk ilyet, akkor ezek az eszközök használatával se tegyünk.